Műsorunk felvétele előtt egy picivel tudtuk meg a hírt, hogy Gera Zoltán lesz a Vasas vezetőedzője. Bevallom őszintén, én személy szerint nagyon drukkolok neki, de nagyon féltem is. Kezdünk! Persze a Vasas szurkolók közül, meg a klubjukat féltik a klubedzőként még rutintalan 97-szeres válogatott játékostól, aki az elmúlt időszakban az U21-es válogatottat irányította. Olvastam egy-két kommentet, szegény Gera, hát talán még be is állhatna, írta valaki. Gerának nagyon örültem volna 25 évvel ezelőtt, mint játékos, edzőként még nem túl sokat mutatott, de rosszabb biztos nem lesz a csapat vele. És hát ugye Zolinak először el kellett köszönnie a válogatottól, és azt mondta, hogy nagyon hálás, hogy közel 5 éven keresztül a szövetségnél dolgozhatott, pályakezdő edzőként ugye rábízták az U21-es csapat irányítását, ahogy mondtam. Kettős feladata volt, a válogatott mellett a játékosok egyéni fejlesztése, mellett az eredményesség javításai szempont volt. Elmondása szerint rengeteget tanult, és itt a szövetségnél eltöltött időben is reméli, hogy hozzá tudott járulni a válogatottban megforduló labdarúgók fejlődéséhez. Az elmúlt időszakban viszont több megkeresése is volt, és most azért döntött a váltás mellett, mert szerette volna a klubcsapatnál napi gyakorlati munkában kipróbálni magát, melyhez ez a lehetőség a Vasas kerete szerinte ideális számára. Ti ezt hogy látjátok? Ajjaj! Igen, szerintem hasonlóak az érzéseink, ugye mindenki nagyon félti Gera Zoltánt, hiszen egy olyan csapathoz ment, ahol az elmúlt másfél évben ugye ez a negyedik edzőváltás, és mint tudjuk, nem is feltétlen az edzőkkel van a legnagyobb probléma. És sok minden kavarog bennem, hiszen egyrésztről Zolit ismerve és nagyon-nagyon szeretve, szeretném, hogyha sikeres lenne a pályán kívül is, vagy hogy fogalmazzunk helyesen az oldalvonal mellett. És ezt mondom azért is, mert hiába szólt úgy a közleménye, hogy a játékosok egyéni fejlesztése mellett az eredményesség javításai szempont volt az eddigi feladatait nézve, azért ez nem feltétlen okozott mindig felhőtlen örömet neki, szerintem ott áldogálva az oldalvonal mellett. Hogy miért mondom ezt? Azért, mert 35 mérkőzésen keresztül volt az U21-es válogatott szövetségkapitánya, ugye ez idő alatt 13 győzelme volt az U21-es csapatnak. Ami azt mondom, hogy még talán kozmetikázható és magyarázható is lenne a sokkal nagyobb probléma ezzel, hogy ugye mellette 16 vereség volt, és ez úgy összlik meg, hogy tétmeccsen mindösszesen ebből a 13 győzelemből csak 6 volt, viszont a 16 vereségből 14 is tétmérkőzésen volt. Tétmérkőzésen egyedül Máltát, Kazahsztánt, Lettországot és San Marinót sikerült megvernünk, ami egy U21-es csapattól, amely csapatban azért már sorra játszanak a felnőttben, felnőtt csapatokban lévő játékosok, ez nem egy veretes teljesítmény. És ugyanakkor ugye ezek a tapasztalatok, amelyeket ő szövetségi kapitányi poszton szerzett az U21-es csapat mellett, az egy teljesen más napi rutint, feladatot igényel, mint elvezetni egy bármilyen csapatot napi szinten. És ez a kérdés, hogy megvan-e Gera Zoltánban már ez a tudástapasztalat, hogy azokat a dolgokat kamatoztatva, amelyeket akár a West Bromnál, akár a Fulhamnél, akár Rebrov mellett már másodedzőként, vagy netalán Rossit segítve tanulgatott, azokat a Vasas fejlesztésére, a Vasas érdekében tudja felhasználni. Ráadásul egy nagyon nehéz szituációban vesz át egy olyan csapatot, ahol a vezetőedzői munkát sosem a nyugalom segítette, és a nyugalmas háttér szolgálta az edzőknek segítségül, hiszen harmadik helyen áll a Vasas, ugye most a felvétel pillanatában és a Győr a Nyíregyházával játszik, ott még a pont előnyök még változhatnak most a műsor alatt. Viszont ami érthetetlen volt számomra, hogy miért most jutott el a Vasas eddig a pontig. Hiszen a Vasas ugye a legutóbbi 12 mérkőzéséből 7-et megnyert, 5 döntetlen. Ugye egyetlen egy kifogás lehet, hogy esetlegesen a csapat játékában nem látta a szakvezetés, az, hogy ezzel a játékkal fel tudnak jutni. Viszont az elmúlt időszakban ugye az eredmények alapján kifejezetten jól szerepeltek, a legtöbb rugott góljuk van
a másodosztályban, és a negyedik legkevesebbet kapták. Ugye Gerazolit fogja segíteni még Csizmadia Csabi, aki ugyancsak ugye egy korábbi válogatott Budafokon volt edző Gyirmóton, és hát ugye Gyirmóti szerepvállalása tavaly az év elején, vagy most mondjuk úgy fogalmazunk, hogy a szezon elején az nem volt annyira sikeres. Ugye 9 mérkőzéséből, amit a kispadon töltött, egyetlen egy győzelmet sikerült abszolválni, egyetlen egy mérkőzés sikerült győzelme abszolválni, az a Körös Ladány elleni kupa mérkőzés volt. Szóval ez egy nagy kérdés, hogy ketten ők együtt mire lesznek képesek, és számomra pedig az a nagy kérdés, hogy az U21-es válogatott 3 vereség és 1 döntetlennel tarkított legutolsó 4 mérkőzésén nem esetlegesen ez egy ilyen jó alkalom volt, és valahol keresték már azt is, hogy hogy tudnak Zolinak valahol máshol edzői pozíciót találni. Azt még egyébként nem tudjuk, hogy az U21-es válogatottban kiveszi át a helyét, de maradjunk Zolinál és az új kihívásánál. Iván, mint gyakorló edző, és hát ugye egy olyan ember, aki egyszer szintén arra vár, hogy az NB1-ből vagy az NB2-ből fölhívják. Mit szóltál? Hát igen. Vagy most megüresedett a szövetségkapitány pozíció. Ráadásul. Szemetek vagytok, mert eljutunk egyszerre arra a pontra, csak nem ma, de eljutunk egyszer arra a pontra, hogy remélhetőleg tényleg valódi. Hogy ki kell mondanod. Igen, hogy valódi lehetőség lenne, de hát nyilvánvalóan nem az. Szóval, hogy... hogy elfogadtad volna, hogyha a Vasas téged kérte. Igen, szóval, hogy az, hát egyrészt, hogy Pávkovics Bence, igen, hogy Pávkovics Bencének legyek az edzője, az azért elég kemény dió, tehát innen üzenem Bencének, hogy én soha életemben nem fogom őt edzeni, mert ekkora, ilyen öltözői karakterre, mint ő, hát nagyon nehéz lesz bánni, úgyhogy persze viccet félretéve. Szóval, hogy én azt szeretném kezdeni, hogy ha a magyar futball egészét nézzük, akkor ki legyen az edző, ha nem ő? Tehát, hogy kiből legyen jó edző, ha nem Gera Zoltánból, aki nem azért vált kiemelkedő labdarúgóvá, mert ő volt a leggyorsabb, legerősebb, legmagasabb, hanem azért pont az ellentétje, ő volt a legokosabb, ő volt a legművésziebb, ő volt az, aki valamiféle virtuózitást és ötletet vitt a játékba mindig, és én szerintem egy ilyen, ráadásul aki karakterre, tehát tényleg a morális szempontból, és ez tényleg egy teljesen különleges téma, mert a magyar futballban, erről már sokat beszéltünk, szerintem morális, alapvető, fundamentális morális problémák is vannak, nem csak gazdasági, vagy esetleg az sincsen sok, de nem csak a futballhoz szorosabban kapcsolódó témakörökben van probléma a magyar futballban, hanem morális problémák is vannak, és ennek a morális követelménynek a Gera Zoltán tökéletesen megfelel. Tehát, hogy ő az egyik olyan kivétel, akire nem lehet azt mondani, hogy bármiféle morális hibát lehetne benne találni. Tehát edzői karakterre, edzői személyiségre, arra, hogy mit szeretnénk edzőktől látni, kiemelkedő labdarúgó volt, okos, intelligens, külföldön járt, nyelveket beszél, kiváló karakter, morálisan megkérdőjelezhetetlen keresztény emberről beszélünk. Ki legyen edző, ha nem ő? Tehát ez a veszélyes ebben az egészben. Tehát, hogy látunk egy olyan embert, akiből tényleg mindenki, a Magyarországon gyakorlatilag mindenki szurkol neki, hogy jó edző váljon belőle, mert azt látjuk, hogy a Gera Zoltán tökéletes lenne, majd egyszer Marco Rossi utódjaként a magyar válogatott élére, mert ilyen fajta karakterek lenne szüksége a magyar válogatottnak, vagy a magyar futball egészének. Na de, mi a valóság? Így egy kicsit lehozva a témát 10 000 mérföldről a földre. Hát az az igazság, hogy Gera Zoltán az U21-ben egy is-is teljesítményt nyújtott. Tehát nem volt egy olyan, nem tudom azt mondani, hogy olyan lélegzetelállító teljesítmény lett volna az U21-es brigádtól, bár megjegyzem, hogy ez pont az a problémája a Gera Zoltánnak, ami most már nem lesz probléma, hogy ugye 3 havonta egyszer látta a játékosait, és úgy igazából az edzői szakmát így 3 havonta egyszer így meg tudta tanulni. De ez egy ilyen tökéletes bemutatkozó volt ebbe a szakmába, de azért mindennapos munka az, hogy szerda-szombat ritmus, kupameccs, egy teljes keretet kell boldoggá tenni, átigazolási politika, hogy segíteni kell a sportigazgatónak, hogy olyan játékosokat hozzanak, amit neked beleillik. Nem az van, hogy bárkiből választhatsz, hanem hogy tényleg egy leszűkített rész van, hogy ki játszhat, ki nem. Szóval, hogy az akadémiával való kapcsolattartás. Hát állítólag van. Az akadémiával való kapcsolattartás, aki ugyanaz az ember, aki a sportigazgató. Szóval, hogy
Szóval, hogy van mit megtanulni a Gerard Zoltánnak a klubokban való, vagy a klubba, egy klubban való munka kapcsán, nem csak a válogatottban. Egy valami pozitívat utoljára kiemelnék, én nekem nagyon tetszik, hogy Csizmadia Csaba vele megy. Nekem ez egy nagyon nagy pozitív, elmondom, hogy miért, mert megint csak példát mutat Csizmadia Csaba, ugye ő volt vendégünk itt a Piros-Fehér Zöldbe, akkor, amikor őtől elköszöntek Budafokon, és ő belátja, vagy legalábbis van olyan alázat benne, hogy azt mondja, hogy én Gera Zoltán mellett igenis más edzőnek tökéletes vagyok, akár NB2-ben is. Úgyhogy ő ugye NB1-es edző volt, NB2-es feljutó csapatot vitt korábban. Szóval én egy ilyen nagyon jó kis szinergiát látok a Gera Zoltán Csizmadia Csaba kettősben, mind a kettő egy kiváló karakter, mind a kettő egy tehetséges fiatal edző. Nagyon remélem azt, hogy jól szerepelnek. Nem feltétlenül a Vasas miatt, nem leszek Vasas szurkoló, de nagyon szurkolok a Gera Csizmadia kettősnek. Én pedig arra is kíváncsi leszek, hogy esetleg Gera Zoltán, ha marad a Vasasnál, és esetleg feljuttatja őket, mert nyilván ez a terv, ugye, hogy az élvonalba jusson a Vasas, akkor ez kinek lesz hívó szó, mert hogy azért elég sok fiatal játékos fordult meg, tehetséges fiatal játékos is gondolom a kezei alatt. Már is átkanyarodunk fő témánkra, méghozzá a Ferencvárosra, és hát a Ferencváros mellett azért kitérünk a honi bajnokság többi szereplőjére is, úgyhogy ha valaki majd azzal vádol minket, hogy megint zöld-fehérre sikeredik a műsor, akkor nem lesz igaza, mert lesz itt lila-fehér meg egyéb is. De én először, elsőként ebben a kis szegmensben szeretném megtudni tőletek, hogy melyik a Fradi igazi arca, ha van ilyen. Amit az Olympiakos ellen láthatunk, vagy amit a honi bajnokságban, akár most itt a derbin, ahol félgőzzel legyőzik a lilákat, mert hogy ugye maga Deán Sztankovics is azt mondta, hogy az Olympiakos ellen nem mutattunk a Ferencvároshoz méltó játékot. A derbin, ami nagyon fontos a szurkolóknak, viszont hát szerintem lenyűgöző volt, és egyértelmű volt a Fradi fölénye, szóval melyik itt az igazi arc, ha van ilyen? Nem véletlenül mondjuk azt szerintem nagyon hosszú ideje, hogy a Fradi azért nem fog tudni olyan eredményeket elérni, amelyet Kubatov Gábor elnök úr kommunikál szinte minden egyes évértékelőjén, mert hogy nincsenek olyan ellenfelei a magyar bajnokságba. És a kérdésedre az az exakt választ, hogy mind a kettő a Fradi arca. Csak hogy nemzetközi szinten jön egy középcsapat, ahol történtek nagyon jó erősítések, történt egy edzőváltás, ugye a hétvégén is nyertek, LKB újra két gólt szerzett, és egyszerűen ez a csapat, ez azokkal a játékosokkal, akik egytől egyig a Benficában, a Bragában, vagy Sportingnál nevelkedtek, egyszerűen olyan tudás fölénnyel rendelkezik egy jó edző taktikája által megtámogatva, hogy a Fradinak megfojtották a játékát. Ne felejtsük el, hogy ezen a mérkőzésen a Fradinak egyetlen egy kísérlete volt, ami kaput talált, az az első fél időben Kodrónak az ívelése, amikor megpróbálta átívelni Pasalakis fölött a labdát, mert úgy érezte, hogy kint van, de hát nincs kint, vagy nem volt kint. Szóval mind a kettő a Fradi arca, és ugyanez ez a Ferencváros pár nappal később, öt helyen is változtatva a kezdő csapatán. Olyan játékosokat a kezdő csapatba rak, mint például Botka Endre, aki előtte 8 percet játszott 2024-ben, vagy olyan játékosokat is, mint Katona vagy Ben Romdán, aki kevesebb lehetőséget kaptak. Olyan simán vesz egy akadályt az Újpest ellen, hogy egyszerűen olyan volt, mintha egy felnőtt csapat játszott volna egy ifi ellen, és most ezt nem szeretném lebecsülni az Újpestet, mert maximális tisztelet mindig az Újpest irányába, mint ősi nagy ellenfél irányába, de ez már fájó volt nézni. Pedig azt reméltem az ember, hogy ebből egy igazán jó mérkőzés lesz, és én pont különben üzengettem is egy Újpest szurkoló ismerősömmel, és mondtam neki, hogy ha bármikor az elmúlt időszakban az ember érzett egy aprócska esélyt, akkor az valószínűleg most lehet, hiszen lelkileg nincs olyan állapotban a Fradi. Ráadásul megláttuk a kezdőcsapatot, mennyi változtatás, hogy na itt van, tessék, Újpestnek az esély. Abban az egy esetben, hogyha Mésző Géza megfelelően tudja majd motiválni ezeket a fiatalokat. Beszélni fogunk róla is nyilvánvalóan, nem szeretném előni az összes puskaport,
De ez a motiváció, ez lehet, hogy túl sok is volt, amit elképzelt Géza a kispadon. Iván, egy kicsit még mielőtt rámennénk a derbire, és Mésző Gézát is, meg akár majd az újpesti játékosokat is elemezgetnénk egy kicsit. Ha megengeditek, akkor hoztam egy-két idézetet, amelyet még az Olympiakos meccs után olvastam, Frodi szurkolóktól, az ő saját Facebook oldalukról. Egy bő évtized alatt a semmiből stabil nemzetközi csoportkörös szereplők lettünk, kétszer most már zsinórban a tavaszt is megértük, a következő évek feladata innen tovább menni. Ez egy ilyen nagyon kedves és azt gondolom, hogy korrekt komment volt. Aztán jönnek azért a keményebbek is, ötlettel lassú játék, gondolkodásban le van maradva, másodpercekkel Európától ez a csapat, helyzetet se tudott kialakítani, szégyen. Aztán egy másik. Ez sajnos a múlt héten is tisztán látható volt, hogy közel sem voltunk azonos szinten. Egyetlen előnye az egésznek, hogy a mester most már nem hivatkozhat arra, hogy 3 naponta játszunk, itt így irány a bajnoki cím. És akkor egy beszólás Stankovicsnak, aki ugye, ha emlékeztek, akkor biztatta a szurkolókat, hogy poklot varázsoljanak. Mester, azt már láttuk, ha a szurkolóknak tud instrukciókat adni, most már jó lenne látni a csapat játék felfogását, taktikáját is, mint első számú feladatát. És nem véletlenül dobtam be ezt, Iván, hiszen te gyakorló edző vagy. Hogy láttad Stankovics ténykedését az Olympiakos elleni? Oda és visszavágom. Egyrészt próbálok most majd a válaszomban a te által feltett kérdéssel, és nem rátérni az Újpest ellenére, de majd muszáj lesz néha a válaszaimban megemlíteni, hogy hogyan lehet összehasonlítani a kettőt, mert van egy csomó olyan statisztikai adat, ami jól mutatja, hogy ez egy nagyon jó összehasonlítási alap a sajnos, nem sajnos, az Olympiakos és az Újpest elleni két találkozó. De hogy mit láttam az Olympiakos ellen? Én azt láttam, hogy egyrészt Stankovicsot nem érheti kritika abból a szempontból, amit itt a szurkolók megpróbálnak felhozni. Ugye nagyon egyszerű a szurkolónak a gondolkodása, nem egyszerűnek neveznék minden szurkolót, de a szurkoló gondolkodása nagyon egyszerű. Kikaptunk, ezért gyenge volt a taktika. Kikaptunk, ezért nem volt elképzelés. És ugye amikor eladják a labdát a játékosok, akkor ugye nagyon egyszerű azt mondani, hogy hát itt semmiféle elképzelés nem volt. Miközben abszolút volt elképzelés. Ez a nagyon érdekes része ennek a sztorinak, ami nem felmenteni akarom Dejan Stankovicsot, és biztos, hogy meg fogom kapni a kommentekben is, hogy azért ezek kifogások. Én már a felállásnál láttam azt, tehát amikor megláttam a csapat összeállítást egy órával a mérkőzés előtt, láttam azt, hogy itt mit szeretne elérni. Már a karakterekből, meg abból, hogy eddig mit játszott Stankovics a Ferencvárossal, lehetett látni, hogy például Márkinyoszt hogyan fogja használni. És ugye a csapat legfontosabb játékosa, Varga Bardán kívül támadásban, az Márkinyosz, és ahhoz mérten, hogy ők vagy hogy ő milyen pozícióban szerepkörbe fog játszani, úgy nagyjából ki lehet találni, hogy mit akar a Ferencváros, mert ugye miről szól a futball? A futball az arról szól, hogy megtaláljuk a megfelelő előnyöket, és a megfelelő időben azokat az előnyöket ki is lehessen használni. És a legegyszerűbb módja annak, hogy egy előnyt megtaláljunk, hogy a legjobb játékost arra a területre, abba a pozícióba, abba a szerepkörbe teszed, ahol azt gondolod, hogy előnye van az ellenfélhez képest. Most miért mondom el ezt? Azért, mert Marquinhos a szélen játszott, ilyen gyakorlatilag ilyen szárnyvédőbe úgy, ahogy Doku szokott játszani, Jeremy Doku szokott játszani a Manchester City-be, hogy így gyakorlatilag kiürítették a bal oldalt, és Marquinhosnak volt területe, hogy egy az egyezzen az Olympiakosnak a jobb oldali védőjével, erről majd később lesz kép. De hogy ez lett volna az előny. De mi van akkor, hogyha ez az előny abszolút nem alakul ki, abszolút nem lehet kihasználni ezáltal, és egy olyan elképzelés, ami kétszer-háromszor valósult meg a mérkőzés során, egyszerűen nem is fordult elő, mert a játékosok korábban nem is tudtak eljutni odáig, hogy ez az előny ez kialakulhasson. Szóval én nekem az a véleményem, hogy túl egyszerű azt mondani felszínesen, hogy ez a fajta taktika nem működött volna. Én szerintem a taktikai részét láttuk Stankovicstól, hogy Görögországban tud olyan taktikával kimenni, ami működik. Ne felejtsük el, hogy Stankovicssal a semmiből egy hét alatt tudott olyan Fradit varázsolni, amelyik nemzetközi szinten is taktikailag megállja a helyét. Tovább jutott egy nagyon nehéz konferencialiga csoportból. Tehát én szerintem nagyon óvatosan bánnék azzal, hogy Stankovicsot taktikai szempontból, meg elképzelés szempontjából bíráljuk. Az más kérdés, hogy egy edzőnek az is feladata, hogy a taktikát meg az elképzelést hozzászabja ahhoz a játékos kerethez, ami megvan neki.
itt már lehetnek kérdések, hogy például az a Maiga, aki eddig csupán kontráz és védekez fociban volt érdekelt, francia első osztályban gyakorlatilag vízhordó volt, most ő ilyen bonyolultabb labdakihozatali struktúrákba hogyan fogja megállni a helyét, amellett, hogy teljesen nemzetközi szintű játékos egy bizonyos stílusban. Szóval erről is lehetne fejezetet nyitni. Én összességében óva inteném a francia szurkolókat, hogy az olimpiákhoz elleni vereség miatt ilyen messze menő következtetéseket, sőt bármiféle kritikát fogalmazzanak meg Stankovics taktikai elképzelésbeli profiljához. De ez inkább csak elkeseredés, nem? Különben nyilván én úgy gondolom, mert abban szerintem az egy minimális kritikát talán lehet megfogalmazni, hogy amiről te beszélsz, volt egy elképzelés. Az elképzelés az akár még ülhetett volna is, ugye leginkább Marquinhos beindulásaival, befelé való cselezéseivel, és így is ugye azért játszott, mert jó rugó technikájával esetleg ő tudott volna a bal oldalról beadogatni labdákat, és ezért játszott a Fradi két csatárral, hogy legyen két jól fejlelő, jó fizikumú előlévő játékos, és nekik majd érkeznek befelé a labdák. De ez nem valósult meg, és azért mondom, hogy talán egy minimális kritika ott fogalmazható meg, hogyha van valami, ami nem működik, akkor lehet, hogy meg kell próbálni valami mást. Vagy feldobok még egy labdát, hogy ugye csak 1-0-ra kaptál ki az első mérkőzésen. Kell-e kockáztatni rögtön a visszavágón és a közönség akaratával egyezően nyomás alá helyezni egy olyan ellenfelet, vagy legalábbis megpróbálni, aki jóval jobb erőkből áll, és benne van a veszélye annak, hogy esetleg, ahogy láthattuk is, megkontrázzanak az első fél időben, és ugye két hatalmas, 100%-os helyzetük volt, szóval, hogy elképzelhető, hogy egy ilyen helyzetben bőségesen elegendő az is, hogyha játszol gól nélküli döntetlenre, és a végén próbálod meg esetlegesen a fáradtabb védelemre ráhozni azokat az embereket, akik mondjuk előre most kezdtek, vagy éppen a szünetbe érkeztek a pályára. Én erre azt tudom mondani neked, hogy az a kép, amit hoztam, mert itt rá akarok kötni erre, hogy ti is, kedves nézők is lássák, hogy pontosan miről beszél Rudi, és miről beszélek én, hogy az elképzelés, meg az alapjátéknak a helyzete az egyértelmű volt. A probléma az ott kezdődött, és akkor itt most majd ezekre a számokra majd visszatérünk, de a Ferencváros az Olympiakos ellen 23-szor vesztette el a labdát a saját védekező harmadába, és 46-szor az ellenfél védekező harmadába, a saját támadó harmadába. Most ez miért fontos? Azért, mert az Olympiakos az letámadta a Ferencvárost idegenben is, és nem volt ez olyan fú, de elképesztő nagy letámadás, viszont elegendő volt ahhoz, hogy egy csomószor ilyen hosszú labdákra rendezkedjen be a Fradi, ami megint csak be volt tervezve egyébként a Ferencvárosnak, és ezt mondom, majd visszatérünk az Újpest elleni mérkőzésen, mert pont az, ami nem működött Olympiakosnál, az tökéletesen működött az Újpest ellen, hát ez szinte kabaré, hogy mennyire látványos volt ez, na mindegy. Szóval, hogy... akkor bocs, hogy ezt mondom, de azért ott nem Rodinei, meg a többiek voltak. Pont ezt írtam fel, hogy a belső védő különbsége az egy elképesztő szintkülönbség volt, elképesztő. Na de ez a kép, és akkor most itt be tudjuk tenni ezt a képet, ez a kép, amit itt látunk, hogy az ellenfél térfelén fel tudott állni a Ferencváros, ez én, hogyha jól számoltam, akkor gyakorlatilag 4-szer történt meg. Amikor ilyen 5-6 passznál is több az ellenfél térfelén úgy, hogy felállt a Fradi oda. Na most ez nagyon kevés. Ez irtózatosan kevés. Úgyhogy 56%-ban volt a Fradinál a labda, gyakorlatilag a labdabirtoklásnak a jó nagy százaléka az a saját térfelén vagy a középső harmadban volt. Itt az ellenfél térfelén alig, mert az Olimpiákos ott húzta meg a vonalat, hogy az én térfelemre ti nem jöttök. És ez nagyon is sikerült. És amikor sikerült így felállni a Ferencvárosnak, akkor, és úgy kellett keresgéljek, hogy végre megtaláljam ezt az egy képet, amit meg akarok mutatni, hogy hogyan is akarta a Ferencváros játszani ezt a játékot. Láthatjuk Zakariasen a jobb felső, vagy a jobb oldalon, a felső részén a képnek kicsiben, Marquinhos itt a bal oldalon, és akkor Maiga, Abufani középen, itt még Vingó is belép, és akkor láthatjuk, hogy Csivics balvédőbe, és Vingó ott egy kicsit följebb jön, és így akartak valahogy kinézni. De ugye itt a fontos rész az, hogy két csatár, illetve Abufani alattuk, úgymond alattuk, tízes pozícióba. A lényege, az elképzelés az volt, hogy mivel két csatárral játszik a Ferencváros, az össze fogja húzni legalább a belső védőket. Ami azt jelenti, hogy David Carmónak, a jobboldali védőnek nem lesz segítsége Marquinhos egyezésére.
az Olympiákhoz látható pirosra jelöltem lezárja a belső passzokat, tehát belülre nem lehetett, csak kifelé, és ez a fajta játék, amikor Marquinhosnak egy az egye van Carmóval szemben, ez alig létezett, és amikor Marquinhos megpróbált 9 darab cselezési kísérletéből 0 darab volt olyan, hogy átjátszotta az ellenfelét. Volt olyan, hogy sikeresnek írta a Vice Scout, és én megnéztem mind a 9 cselezési kísérletét, az azt jelentette, hogy visszavette, középre cselezett és passzolt. Tehát az, hogy egy az egyben megverje az előtte álló játékos, Marquinhosnak 9-ből 0 darab sikerült. Ez nagyon nagy problémát jelentett. Ugye, Iván, ahogy... apróság. Nyugodtan. Kármo helyett ugye Rodinei játszott. Vagy, bocsánat. Na, tökéletes, mert én is gondolkoztam közben, hogy hát ez lehet, hogy rossz lett. De mindegy, lényeg az, hogy megint csak ugye beleszaladtam ebbe a szituációba, hogy gyorsan rátettem a nevet. Bocsánat ezért. Szóval, hogy Marquinhos akkor se tudta átvenni, tök mindegy, hogy Rodinei vagy Carmo volt előtte, akkor se tudta átvenni, és ez ugye a két belső csatárnak a helyzet kihasználását gyakorlatilag ellehetetlenítette. Kodró nagyon jó beadás után, Varga Barna nagyon jó beadás után, láthatok az Újpesten, de hogyha nincs beadás, akkor nem lesz érkezése. És ez nagyon látszódott. Ugye itt jelöltem pirossal, hogy az is lehetett volna, ha már a Marquinhos nem működik, hogy felpasszolom a csatára, jön alatta Abufani, és abból indulunk, de mivel belül nagyon jó helyezkedett az Olimpiákhoz, az se sikerült. Tehát gyakorlatilag az a fajta taktikai harc, ami a két edző között kialakult, egész egyszerűen Mendy Libárd nyerte, nem pedig Stankovic, és ez ezen a képen tökéletesen látszik, hogy se a rózsaszín megoldás, se a piros megoldás nem tudott megvalósulni. Hogy mennyire igaz, amit elmondasz, egy aprósággal kiegészítve, Iván, hiszen ugye az első fél időben hoztál példát, ugye ez abszolút meghatározta ugye Kodrónak és Vargának a játékát. És ezt elmondtam a sípszó utánban is, számomra az megdöbbentő volt, hogy ugye Varga összesen 15-ször ért a labdába, ami egy csatártól még nem is lenne olyan rossz teljesítmény, viszont 8 passzából mindössze 3 sikerült, ugye az 38%-os passzhatékonyság, és ami furcsa volt, hogy ugye a levegőben 6-ból csak 2 fejpárbajt nyert, az 33%, az tőle láthattuk utána az Újpest elleni mérkőzést, hogy ott mennyiben változtak ezek a százalékok, és a földön sem sikerült Red Sox-t megvernie. Szóval, hogy Vargát tulajdonképpen teljesen kivették az első félidőben a játékból, és nyilván utána a második félidőben dönteni kellett, hogy akkor Varga vagy Kodró, vagy jöjjön még egy csatár, álljunk át egy csatára, de hát nyilván egy Vargát nem fogsz lecserélni egy olyan szituációba, amikor bármikor gólt tud szerezni. És kell is az a gól. Amúgy egyetértesz, Iván, meg Rudi, azzal, hogy az MTK meccs után bedobta újból ezt az ötletét Stankovic, hogy akkor együtt Kodró és Varga, mert hogy a honi bajnokságban sem néztek ki jól egyébként együtt, legalábbis azon a egy fél időben, ugye, mert gyakorlatilag ott fél időben lecserélte Kodrót, mint hogy most is. Nézd, én azt tudom elmondani neked, hogy a taktikai ötletet értsük meg. Tehát az a taktikai ötlet, hogy a két csatárt teszünk oda, akkor az összehúzza a védelmet, ami megnyitja a szélességi területet Marquinhosnak. Ez a taktikai ötlet. Na most, hogyha logikailag végigvesszük a lépéseket, azt akarom, hogy Marquinhosnak minőségi előny származzon, magyarul egy az egy ezen, akkor ennek a lehetőségét meg kell teremteni. Ez olyan, mint amikor befektetni akarsz, a házat akarsz építeni, de még nem vetted meg a telket. Tehát meg kell venni a telket, és utána tudsz házat építeni rá. Először ki kell alakítani azt, hogy Marquinhosnak hogyan lesz egy az egye. Ezért vitt a két centert. Nem érzik egymást? Nem érzik egymást. De ez nem ez a lényeg. De ez nem. Én abszolút nem értek egyet ezzel. Azért nem, mert még nem láttuk, hogy ez működne-e. Tehát az igazság, hogy még nem láttuk. Hát ezt mondom, azt látjuk, erre gondolok, hogy még ez nem látszik, hogy ez, úgy értem ezt, hogy talán ezt későn kezdték el ezt a dolgot begyakorolni, vagy érted, mire utalok? A Stankovicsnak, ez egyébként egy jogos elképzelés, Stankovic az egy alkalmazkodó edző. Tehát megint csak arról van szó, hogy Stankovic minden egyes mérkőzésre saját ötlete van. Van egy alapjáték, de az alapjáték az eléggé nagyban függ az ellenfél játékától. Tehát például a Ferencváros az idegenbeli meccsen 43%-ba birtokolta a labdát, a hazai meccsen 56%. Ez egy nagy különbség, mert ahhoz egy különböző stílust kell kialakítani. A kinti meccsen másfajta elképzelésben, másfajta taktikai felállásban, másfajta rotációkkal dolgozott, miközben a hazai meccsen teljesen más. Tehát azért mondom, hogy egyik meccsről a másikra próbált úgy variálni, hogy azt mondom, azokat az előnyöket próbálja, amiket ő kigondolt, hogy mi lesz előny. Az egy jogos felvetés a részedről, Andris, hogy ne csak ellen mondjak neked, az egy jogos felvetés, hogy mivel eddig nem láttuk, hogy ez működne, viszont azt láttuk, hogy egy csatára hogyan működik,
akár hazai bajnokságban, akár a nemzetközi meccseken. Miért nyúl egy ilyen fontos találkozón egy olyanhoz, amit 3-4 napon keresztül tudod csak kiraktani? A Debrecen Fradin sem nyúlt ehhez. Ott is, most direkt megnéztem, Varga egyedül volt fönt. Tehát igazából ezt az MTK meccse kivételével nem láttuk, vagy nem gyakorolták. Az MTK meccsen 45 percig, mert ugye ott is lecserélte a szünetben Kodrót, és különben itt jön az a kérdés nekem, mi alatt beszéltetek, többször így visszajött, hogy ugye az olimpiákhoz 13 mérkőzést játszott 2024-ben, a Fradi 6-ot, hogy ha valóban így akarsz játszani, akkor el kell halasztani mondjuk egy Diós Győr meccset, ahol azt mondod, hogy na, akkor próbáljuk ki, pláne nem megbántva a Diós Győr, de ugye romokba heverő csapatnál, vagy csapat ellen, ahol magyar viszonyok között és NB1-ben ezt tudod egy picit gyakorolni. Hogy kell-e ilyen helyzetben az, hogy ennyire tudatosan, hogy többet számít-e edzésen, amit gyakorolni tudsz, annál, mint hogy élesben próbálj ki ilyen szituációkat? Nem, jogos. Igen, nem, ez jogos, ez egy nagyon jó észrevétel. Szerintem az a nagy kérdés itt, hogy a Ferencvárosnak és itt rátérhetünk a következő témára, ami megint csak szaftos, hogy a Ferencvárosnak az, hogy gyakorol a Diós Győr ellen, az mennyire realisztikus az olimpiakos elleni találkozóhoz. Tehát ezt láthattuk most, és akkor rákötök, mondom, bocsánat Andris, hogy átveszem a szerepedet, de rákötök egy kicsit, csak egy nagyon kicsit az Újpest elleni mérkőzésre. Tehát pont az van, hogy képzeljük el megint, egy kicsit taktikusabb leszek, bocsánat, ezért próbálok egy kicsit érthető többen fogalmazni, de hogy gondoljuk el, az olimpiákhoz is magasan támadott le, és az Újpest is magasan támadott le a mérkőzés elején. Na most az olimpiákhoz ellen, amikor fellőtte a labdát Vigo a két csatára, hát, de pont ez az, hogy alapvetően, de nem, mert fontos azért, hogy azért tényleg hasonló módon, mert az első 30 percben a Fradinak ugyanúgy fel kellett lőni a labdát a csatára, mint ahogy az olimpiákhoz ellen. Tehát ebből a szemben az Újpest mondhatja azt, hogy sikeresen támadott le a fél csapat. Ugye, mert az előlévők azok kiharcolták, hogy magas labda jöjjön. Ugyanúgy, mint hogy az olimpiákhoz is kiharcolta azt, hogy jöjjön a magas labda. Csak mi volt a különbség? Amikor fellőtték a labdát, akkor a Ferencváros az olimpiákhoz ellen két csatára próbálta fejelgetni a labdát, és a lepattanókat csak három középpályással tudta felszedni, vagy próbálkozott felszedni, miközben az Újpest ellen fellőtte a labdát, a Varga Barna vagy megnyerte a párharcot, vagy olyan szituációba kényszerítette az újpesti védőt, hogy hibázzon, hát eléggé komikus megoldások is voltak a belső védőktől, és négy játékos érkezett egyből, vagy legalább 3-4 játékos jött a második labdára, és azok a labdák nem voltak visszalőve, mint ahogy az olimpiákhoz ellen, hanem pont oda pattant le a Fradi elé, és ezzel tudtak jönni. Miért mondom ezt, és válaszolva ezt a kérdésre, az alapvető problémakörre? Hogy az van, hogy nem tudom, hogy le lehetette modellezni az, hogy az olimpiákhoz belső védők szétszerik Varga Barnát, meg Kodrót, ami a fellőtt labdáknál. Miközben az újpesti belső védők meg nem, hogy szétszerik, hanem, hogy a Varga Barna fogja szétszenni őket. Szóval, hogy ezt nem tudom, hogy le lehetett volna modellezni a Diós Győr ellen, vagy valaki másen. Azt viszont biztos, tuti biztos, hogy az ellenfél térfelén való játékot, az, hogy Márkinyosznak hogyan alakítunk ki szabad területeket, meg szituációt, meg előnyt, hát azt nagyon is lehetett volna a Diós Győr ellen is gyakorolni. Mindenesetre maradhatod volna Mendilibár helyett még a régi edző. De bizony, bizony. Erről már felesleges beszélni. Mindjárt áttérünk az Újpestre is, meg a derbire. Azért egy kérdés még motoszkál bennem, mert Rudi erről már azért még a kiesés előtt elkezdett beszélni. És hát ugye egy éve azt azért láthattuk, hogy a Leverkusen elleni búcsú után a bajnokságban is jelentősen visszaesett a Ferencváros játéka. Hogy kellett ő szerintetek idén is tartani? Nem hiszem. Egyáltalán szóval ez a keret annyira erős jelen pillanatban, hogy nem látom azt egyszerűen jönni, hogy itt a Fradinak bármilyen nehézsége lesz, nem is tudom, 12 mérkőzés van hátra, plusz-minusz. Szóval, hogyha még netalántán valaki nem a megfelelő motivációval állna a bajnoksághoz és a hátralevő mérkőzésekhez... Van mind az ötös cirkuszban, nem? Így igaz, akkor Stankovicsot tartom annyira karakteres edzőnek, hogy azonnal változtatna, és ezt mondom úgy, hogy azért eddig nem nagyon volt jellemző az rám, itt a 6 mérkőzés folyamán, hogy olyan nagyon sokat változtatott volna. Szóval nagy most az Újpest elleni meccsen volt 5 változtatás, de előtte ugye az olimpiákhoz ellen 2, előtte 1 változtatás, szóval nem nagyon rotált, mert szeretett volna nyilván a legerősebb csapatával neki menni a nemzetközi porondon lévő mérkőzéseknek.
viszont most már tud garázdálkodni, és ez a 34 fő, ez borzalmasan bőkeret, és így pedig bármelyik csapat játszik, bármilyen felállásban, ez pont az Újpest elleni mérkőzés mutatta meg. Nem hiszem, hogy bárki a legminimálisabban meg tudná nehezíteni a Fradinak a dolgát. Ráadásul, ugye, ha megnézzük, persze a Fradi még a második helyen áll, egy mérkőzéssel kevesebbet játszva, de szereztek 57 gólt. A második legtöbbet szerző csapat ugye a Fehérvár 42-vel, ugye a legkevesebbet kapták. Szóval már most is olyan hatalmas különbségek vannak statisztikailag, úgy, hogy a Fradi több fronton is érdekelt volt eddig, hogy az elmondhatatlan. És persze ilyenkor nagyon sok kommentet kapunk, hogy jó-jó, de hát nézzétek meg, hogy milyen háttér, jó-jó, mennyi pénzből gazdálkodnak, etc., milyen játékosaik vannak. Ez mind-mind igaz. De most arról beszélünk, hogy ezzel a játékos kerettel semmilyen kifogás és nehézség nem jöhet itt az elkövetkezendő hónapokban. Tüzet is tudja tartani mindenkiben? Mert hogy ugye 34 fős a keret, ahogy Rudi is mondta. Az már nehezebb. Ritkán rotál Stankovics. Igen, csak ugye ne felejtsük el, hogy azért tavaly, a tavalyi szezon tavasz idényében én ez kicsit túlzás lehet, de én esküszöm bohózkodásként jellemezném azt, ami tavasszal ment. Tehát egyrészt rosszul sikerültek az igazolások, ami nem volt bohózkodás, de az bohózkodás volt, hogy Tokmak hatosként focizott, meg ilyeneket. Tehát, hogy mondjam, olyan dolgok történtek a Fradinak a meccsein az NB1-be, hogy teljesen látszott, hogy ők abszolút, abszolút demotiválatlanak. Tehát, hogy látszott rajtuk, hogy teljesen mindegy, hogy mi van itt. Nagyon sok ponttal vezettek ugye az őszi fordulók alatt megszerzett pontok miatt. Ezért a tavasszal gyakorlatilag ilyen, nem tudom, ilyen 5.-6. helyen végeztek a tavaszi rangsorban, vagy valami nagyon durván visszaesés, nagyon durva visszaesés volt utána, és még így is nagyon könnyedén nyertek bajnokságot. Szóval, hogy ott már tényleg az volt, hogy teljesen mindegy volt. Most ez más szituáció, mert még mindig közel van a második helyzet hozzájuk, még ugye a Paks az versenyben van. Tudjuk nagyon jó, hogy a Paks nem lesz bajnok, mert a Fradi lesz a bajnok, mert egész egyszerűen a Paks majd, amikor ilyen 5 forduló van hátra, akkor így, majd visszanézünk a tabellára, és azt látjuk, hogy a Paks, ha itt nem nyert volna, vagy itt nyert volna, meg ott nem x-elt volna, tehát mivel ők náluk nincsen ilyen mély keret, nem fogják tudni úgy tartani a tempót, de én szerintem a másik része az, hogy Stankovic idén közbe jött, és neki nagyon nem mindegy, hogy most bajnoki címmel meg hogyan fejlődnek, mert ugye azért jött, hogy bajnokok ligájába játszanak. És Stankovic felismeri azt, amit ugye orosz kollégája nem ismert fel korábban, hogy nagyon nem mindegy, hogy márciusban hogyan futballozik a Ferencváros, azért, hogy júliusban, augusztusban úgy futballozzon, ahogy. És még egyszer mondom, Tokmák, ne legyen már hatos, amikor készülsz a nemzetközi porondra. Ez bohóckodás, számomra bohóckodás. Nálam ott kiúszta a gyufát egyébként Csercseszob, megmondom, hogy én ott adtam fel nála, és azóta is vannak szurkolók, akik védik ezt, hogy jaj, de nagyon jól játszott a Tokmak hatosként, mert jó. Azóta szóval, is hogy... a Csercseszob, mint igen, szóval, hogy csak azt akarom mondani, nem volt ő se rossz edző egyébként, csak egyszerűen elvesztette azt a fonalat, hogy akkor most hogyan kéne ezt a problémát abszolválni, hogy a nemzetközi porondról kiesté február közepén, és még hátra van 12 NB1-es forduló, amit ugye, ahogy a Rudi elmondja nagyon jól, gyakorlatilag hogyha két kapust nevezel a 11-be, akkor is minden meccsen győztesen mész le a pályáról. Szóval feladat lesz, de én nagyon úgy látom, és ahogy Stankovics például kiemelném, ahogy a mérkőzés után, az újpesti mérkőzés után nyilatkozott, hogy mennyire büszke a játékosaira, kiemelt több játékost is, az a Katona Bálint, aki most fut be, őnek ez a tavasz nagyon fontos lesz. Szóval azért vannak itt motivációs tényezők, amiket szerintem a Stankovics nagyon is ki fog használni. És akkor most kanyarodjunk át arra a témára, amely eléggé fájó szerintem a lilafehéreknek, hiszen ahogy a csakfoci.hu is írta az egyik cikkének a címében, 5 éve tart ez a rémálom, amit ugye derbinek hívnak, és 15 meccs, 15 vereség, gyerekek, 40 Fradi gól, 0 pont. Tehát amikor ezt így végigsorolod, akkor gyakorlatilag ez szó szerint egy késdöfés az újpesti szurkolók szívébe, és hogyha már gyűjtögettem a ferencvárosi szurkolóktól az Olympiakos elleni búcsút követő kommenteket, akkor voltam annyira szemét, hogy fölmentem az Újpestnek is a Facebook oldalára, és hát akkor nézzük, miket írnak. Óriási a különbség a két csapat között, az elmúlt pár év alatt elszaladt mellettünk, ez a gyenge bajnokság is, nem méltó ez a teljesítmény az Újpesthez. Aztán valaki írta, hogy akkor ezt most felejtsük el, meg egyébként a játékosok is próbálták afelé terelni ugye a nyilatkozatot, vagy akár Mésző Géza, hogy nyilván most ezt lapozzunk, és majd tanulunk belőle, de hogy menjünk tovább, és akkor azt írta valaki, hogy felejtsük el,
bármelyik meccsen hamarabb teszem túl magam, mint 5-6 gól a Fraditól, és egyben 15 vereség zsinórban, mit felejtsük el? Türelmet kérünk, csapatot építünk, ezt a dumát már ne, ezt is írta valaki. Aztán valaki ugye a keretről beszélt, ez a keret erre hivatott, sajnos Géza sem tud csodát tenni, kapus és góllövő csatár nélkül nehéz bármit is tenni. Ugyanakkor azért volt egy-két hang, ha kevés is, aki azt mondta, hogy mit akart ezzel a kismészői magasan pressingelni? Nem jött össze a védelem, egy nagy nulla, van egyáltalán valami terv az idény hátralévő meccsére, vagy bízunk abban, hogy a Várda meg a Köves még nálunk is rosszabb lesz? Szóval arra akarok kiukadni, hogy egy kicsit tegyünk rendet abban, hogy most hol tart az Újpest, és mennyire volt szerintetek szerencsés, ha ezt én jól érzékeltem, hogy én úgy láttam, hogy volt egy ilyen hurrá hangulat ott a Diósgyőr elleni sikert követően, akár az edző, akár az újpesti szurkolók részéről, hogy lehet, hogy egy kicsit ott visszafogottabban kellett volna egy sikert követően ünnepelni, ugye ott volt ez a no party, no Géza, és gyakorlatilag egy ilyen örömmámor. Ugye az a nagyon nagy probléma továbbvéve ezeket a statisztikákat, hogy ebből a 15 győzelemből, ami egymás után következett, 10-szer gólt sem tudott szerezni az Újpest. Legutóbb ugye 2015-ben sikerült nyerniük, szóval lassan 10 éve nem sikerült megverniük a Fradit, és ez borzalmas, ezt mondom Fradi drukkerként is, mert rengetegszer elmondtam már, mi nem tenne jobbat a magyar labdarúgásnak, mintha lenne egy nagyon erős Újpest is a Fradi mellett, és olyan derbiknek lehetnénk szem- és fültanúi, amelyek ugye 90-es években, 2000-es években végig jellemezték a magyar labdarúgást, és a magyar futball legnagyobb eseményei voltak hangulatában, szakmailag mindenhogyan megközelítve. És valóban ugye az volt, hogy itt a vereségeket követően, és a rossz szereplést követően ugye két vereséggel kezdett az Újpest, az MTK és a Debrecen ellen. Ott edzőváltás következett, jött egy siker Diósgyőrben, de már akkor is elmondtuk a mérkőzést követően, hogy ahhoz azért kellett egy jó adag szerencse is. Hogyha megnéztük ugye a nagy helyzetek számát, akkor közel azonos, de inkább a Diósgyőr felé billenő volt a mérleg. Mégis Banai nagyokat védett, és sikerült kiharcolni azt a győzelmet. De ez az Újpest, ez nem jó csapat, hát ezt ki kell hangsúlyozni. És ez volt a nagyon nagy kérdés a számomra, erről is szerintem többször beszéltünk már itt az elmúlt 3 hétben, hogy a kezdeti fellángolás és az a plusz, amit egy új edző azzal tud adni, hogy motiválja a játékosokat, lelkükre beszél, egy-két játékossal hirtelen elhiteti azt, hogy mennyire jól tud játszani, hogy ezt követően mi az a szakmai plusz, amit hozzá tudunk adni. És ez egy hatalmas kérdőjel volt Mészöly Géza neve mellett, és jelen pillanatban továbbra is kérdőjel. Úgyhogy én nagyon kíváncsian várom azt, hogy Géza hogy fogja tudni felrázni ezt a társaságot, és ide is el kell mondani persze, mert ezt is megint meg fogjuk kapni, hogy de hát a különbségek. Igen, a különbségek óriásiak, keretértéktől elkezdve a játékosok keresetén át, a kerettagoknak a létszámán túl, nincs az átigazolásokon keresztül, nincs olyan mutató, amiben összetudnánk hasonlítani a jelenlegi Ferencvárost az Újpesttel. Összeszámoltam még pluszban, mert múltkor volt szerencsém Máté Csabával beszélgetni, és említette, hogy amikor ő ott dolgozott ugye a Fradinál, hogy mennyien dolgoztak körülötte, és ugye akkor azt mondta, hogy ez 23 fős stáb volt, és hát gondolom én Stankovicssal sem lett kevesebb, sőt, szóval most ha eljátszadozunk a számokkal, ugye 25 fő segíti azt, hogy hétről hétre a legjobb teljesítményt nyújtsa, az a 34 fős keret. Mésző Gézának és az Újpestnek a technikai vezetővel, a szertárossal, mindenkivel, akiket összeszámoltam, és aki fellelhető volt a honlapon, az 12 fő. Szóval tényleg óriásiak a különbségek, de ez semmire nem lesz magyarázat akkor, ha az Újpest továbbra is mérkőzéseket veszít, és akkor nagyon sokan támadási felületet fognak abban látni, hogy Géza mikor volt legutóbb edző, mennyi tapasztalattal rendelkezik, mennyire ment el felette az idő. Szóval egy bizonyos időszak után már kevés lesz az, hogy mennyire tudjuk motiválni a játékosokat.
Melyik irány képvisel a diván? Mert azt is írta egyik kommentelő, hogy új tulaj van, új edzővel, hagyni kell őket dolgozni. Ugye nyilván itt most még pár meccs telt csak el, ugyanakkor szerintem sokan joggal aggódnak, amikor megnézed, hogy egyébként páran írták, hogy el is kell engedni a kupát, tudom, hogy nincsen a profi fociban, meg ki az, aki úgy megy fel, hogy elengedjük a kupát, de gyakorlatilag ugye a héten van nekik egy Újpest-Paks meccsük, majd utána azért van vasárnap egy Újpest-Fehérvár mérkőzés is, csak így jelzem, majd utána a Puskás érkezik, szóval azért kőkemény feladatok várnak itt most Mésző Gézára. Nincs hát de ez a kiemelkedés, nem Andris? Hát ez a kiemelkedési lehetőség, hogy plusz lelki plusz szerezni ezeken a mérkőzéseken. Te hogy lehet elengedni bármit? Igen, hát én azt tudom mondani a kupára, hogy azt nem értem, hogy minek engednék el, amikor csak hogy Andris, mert ezt jól mondtad, a Mezőkövesdés és a Kisvárda olyan gyenge, szóval ebbe lehet bízni. Szóval, hogy ha valamibe lehet bízni, akkor abban, hogy a Mezőkövesdés, meg gyakorlatilag az én, ha engem kérdez, szerintem kiesett mind a két csapat. Tehát szinte tényleg totál biztos vagyok benne. Hát abban, hogy a Mezőköves kiesett. Nem hiszel a liftezés erejében? Nem, hát itt ne is haragudj, szóval, hogy na, szinte biztosra veszem, hogy a Mezőköves Kisvárda kiesik, és ezért az Újpestnek tényleg ilyen három győzelemre van az Újpest arra, attól, hogy teljesen nyugodtan nézze végig ezt a bajnokságot, és akkor ebből lehetne kiugrási lehetőség a kupa. Szóval, hogy én nálam éppen, hogy az ellenkezője, éppen, hogyha én Mésző Géza vagyok, akkor a kupára koncentrálok, nem az, hogy azt engedem el, hanem arra koncentrálok, mert akkor még valami sikerélményt hozzátok csapni. Ezt nem ők mondták, a szurkolók közül írták már, hogy nehogy valaki... Persze, nem rá húzom a vizes leperőt, hanem erre az elképzelésre, hogy a kupát fel kell állni. Na most azzal kapcsolatosan, ami itt most megtörtént ugye az utóbbi 2-3 hétben az Újpestnél, ez a hurrá hangulat, majd nagy letargia, meg ugye mondtad, hogy no Géza, no party, hát lehet, hogy egy kicsit másképp kellene hozzáállni, meg ebből a szempontból a nemzetközi trendeket is lehet, hogy jó lenne figyelni, mert én még olyat nem láttam, hogy a kieső jelölt csapatnál kineveznek egy új edzőt, és az, mint egy Bajnokok Ligája győzelmet úgy viselkedett az első győzelmet hozó találkozó után. Mit szokott elmondani ilyenkor a, mit tudom én, az angol kieső jelöltnek, például ebben az esetben a Jesse Marsnak tökéletes példa, mert a Jesse Mars meg a Mésző Géza az egy ilyen hasonló karakter abban a szempontból, hogy egy ilyen pozitív, egy ilyen mindig a szurkolóknak megfelelni akaró típusú ember, és Jesse Mars is, én nagyon jól emlékszem, amikor a Leedsnél kinevezték, mi volt a szólam, meg mi volt a központi téma, az, hogy egyik meccsre a másikról még nagyon sok munka van hátra. Következő meccsre kell koncentrálni, ez még semmi, örülök, hogy jól kezdtem, de utána igen, nagyon sok van hátra, bla, 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 bla. Amit ugye a szurkolók unnak, meg nem ezt szeretnék hallani, mert ugye a szurkoló mit akar hallani? A szurkoló azt akarja hallani, megjöttem. Hogy te megjöttem. Mert ennyi. Tessék, szevasztok, itt vagyok, megjött a megváltó. Na most ebbe belefekült egy kicsit Mésző Géza, amit egyébként emberi szempontból nem tudok bírálni. Én ezért is mondtam, hogy nekem szimpatikus volt Mésző Géza, ahogy az elején átvette, aztán a sajtótájékoztatóra már nem vált annyira szimpatikussá, főleg az a hírhet dolog miatt, amit ugye még nem is tudunk, hogy egyébként Mésző Géza ül le majd a padra. Ezt azért sokan elfelejtik itt most, hogy nem tudjuk még, hogy itt mi lesz. Megvárták gyorsan a derbit, hogy nehogy az legyen, hogy a derbin ne Mésző Géza üljön, de majd meglátjuk, hogy mi lesz ennek a vége. Szóval, hogy az Újpest egy olyan szituációban van szerintem, meg Mésző Géza, ahol egy kicsit ittak a medve bőrére, ahogy szokták mondani. És ez most egy nagyon csúnya viszont válaszban jött vissza, és visszanyalt a fagyi, hogy még egy ilyen hétköznapi szólással éljünk. Szóval probléma van az Újpestnél, nem elég jó a játékos keret, Mésző Géza nem megváltó, de ettől függetlenül reménykedjünk abban, hogy egyszer ez a derbi visszatér abba a kerékvágásba, amit, ahogy Rudi mondta, a 90-es, 2000-es években megszokhattunk. Maradjunk még egy kicsit Mésző Gézánál, ő azt mondja, hogy ami a munkát elkezdtünk az elmúlt két hétben, meggyőződése, hogy az a jó irány, azt folytatni kell és össze kell dolgozni a játékosoknak, hogy a következő meccsekre ismét olyan állapotban legyünk, amivel mérkőzéseket tudunk majd hozni. És Simon Krisztián azt mondja, hogy azt éreztem a társaságon, ami a korábbi hónapokat jellemezte, pedig Mésző Géza vezetőedző érkezésével valami változott, de voltak olyan automatizmusok még, ami arra utalnak, hogy most egy kicsit visszakerültünk a korábbi állapotba. Hogy szerintetek amúgy
erről már egy picit beszéltetek, tehát van egy új impulzus, ez hirtelen egy kicsit lök rajtad. Nyilván a szurkolók is, akik előtte még ott tüntettek a székház előtt, és gyakorlatilag a játékosokat felkérdezték, a Vignyevicsnek a takarodó szólt, ugye. Nyilván egy kicsit megkönnyebbültek, és gondolom a Gézát ismerve személyesen is, kedvesen, normálisan, ugyanakkor motiváltan szólt hozzájuk. De hogy akkor ez csak egy ilyen ennyire pici rövid hatás volt, vagy ezek az automatizmusok, amiről beszél a játékos, ezek azok, amiket valahogy ki lehet majd ütni szépen, viszonylag gyorsan nyilván a fejekből? Hát ez jó kérdés. Ugye valahogy mindig a Fradihoz kötődnek, és erről is beszéltünk már sokszor, ezek a negatív szériák. Hogy emlékezhetünk, amikor október végén ugye 3-0-ra nyert a Fradi, azt a mérkőzést is mindenki úgy harangozta be, hogy hát az Újpest nyerte itt sorozatban a mérkőzéseket, és végre újra ez egy hatalmas rangadó lesz, és arról dönt, hogy az Újpest akkor végre valahára megszorongathatja majd a Fradit, nem csak egy meccsen keresztül, hanem akár a bajnokságban is, hiszen akkor ugye ott voltak a dobogó közelében, és kaptak egy nagyobb pofont, és onnantól kezdve, ugye bár a kupában nyertek még Tatabányán, de onnantól kezdve jött egy olyan széria, hogy 7 meccsen, vagy 6 meccsen keresztül pontot nem szereztek, ha hozzáveszük még a 2024-es két vereséget is Vinyevicsel, akkor 8 mérkőzésen keresztül nem tudtak nyerni. És hogy valahol most is ezt éreztem, hogy nyerünk Diósgyőrben, megvan ez a hurrá hangulat, és hogy oké, a Kecskeméttől azért egy szoros meccsen kikaptunk, viszont ez a hurrá hangulat, ez a hurrá optimizmus, itt az új edző, itt az új csapatunk, odáig reptette ezt a gondolatiságot, hogy elvesztettük a realitásunkat, és ezt imádja Iván, ezt a kifejezést, és akkor itt van a Fradi, amúgy is kiestek a nemzetközi poronon, hát akkor ugorjunk neki, amiről Iván beszélt a legelején, támadjuk le, csak hát egyet felejtettünk el, hogy megvannak-e ehhez a játékosaink. Mert az rendben van, hogy van elől egy-két gyors fiú, akivel esetleg meg tudjuk zavarni a labda kihozatalt, de amiről Iván beszélt, hogyha ez a labda véletlenül átkerül azon a pár emberen ott elől, akkor fogunk tudni pár harcot nyerni? Akkor Áncsulász vagy Kopuri van olyan jó játékos, hogy egy az egybe bármelyik Fradi támadót megverje? Vagy össze tudjuk szedni majd a lepattanó labdákat? És nyilvánvalóan a mérkőzés elején ez még sikerült. Még azt is mondhatjuk, hogy ugye Mörselnek és Áncsulásznak két szögletből volt fejese, ami fölé ment, ha jól emlékszem. Szóval pontrugásból még volt két ilyen minimál lehetőség az Újpestnek, de utána kihúzták a dugót. És ennyi lefőtt a kávé az Újpestnek, és az első valamire való támadás az már azzal fejeződött be, hogy Áncsulászt megverte Varga középen, és fejes középre Banai azt még védte, hát a következőket már nem védte. És annyira könnyedén nyert a Fradi, hogy ezt fájó volt nézni. Szóval ez az a találkozó, amikor azt kellett mondani, hogy megerőltetés nélkül. És nyilván, amikor azt mondja a mérkőzést követően Stankovics, hogy egyszerűen nem is tud kiemelni senkit a csapatból, de ha kell, mégis az 5-0 ellenére a két középső védőjét emeli ki, azért ezek sokat elárulnak. A két középső védő, ugye Sissé és Vingo is úgy hozta le ezt a mérkőzést, hogy nem volt hibájuk, nem tudták hibára késztetni őket. Szóval nagyon sok tanulsággal szolgált ez a találkozó, de visszakanyarodva a műsor elejére, közepére, mégis csak az, hogy ami a legelgondolkodtatóbb, hogy tényleg az a Fradi, amely egy Olympiakosztól gond nélkül kikap és kiesik, azutána félgözzel megveri és megnyeri az egyik legnagyobb derbit, legnagyobb mérkőzést Magyarországon. Akkor Iván, maradjunk is a taktikai résznél, amiről Rudi is elkezdett ugye beszélni, és hoztál nekünk egy Iván elemez rovatba egy olyan képet, ami már akkor született, amikor vezetett, ha jól tudom, a Ferencváros? Igen, erről az a szituáció, amit Rudi beszél, hogy Varga talán az első fejesnél, ugye már ez a szituáció lezajlott egy párszor, hogy a jobb oldalon bontott a Fradi beadás, és akkor az első az kapus kezébe ment, aztán a következő kettő meg nem. És vagy a következő pedig nem, mert az első gól az nem feltétlenül ilyen beadás után született, de hasonló szituációból, mindegyik ilyen beadás előtti szituáció, vagy az első gól előtti szituáció, mindegyik ugyanabból a forráspontból, kiinduló pontból
Ez pedig az, hogy az Újpest magasan letámad, a Fradi pedig felveri a csatárokra a labdát. És a lepattanót megszerzi a Fradi, és egy ilyen szituációt alakul ki, amit itt lehet látni. Egy olyat, hogy mivel hogy az Újpest, ugye ez matematika, az Újpest nagyon sok embert vitt a letámadáshoz, nagyon sok embert küldött letámadni, akkor hogyha nagyon sok ember megy letámadni, akkor nem olyan sok ember marad hátul. Ez egy nagyon egyszerű logikai magyarázat, de utána ez ugye azt hozza magával, hogy biztos kell lenni abba, hogy a magasan felívelt labdát valaki vissza tudja fejelni. Na most, hogyha például megnézzük, hogy a Manchester City, aki ugye nagyon hasonló szituációkban Akanjival, meg Diazzal, meg Stonezal, ilyen játékosokkal fejelik vissza a labdákat, nem véletlenül azokat a profilokat választja ki a Manchester City, mert ezek a játékosok képesek az ilyen típusú játékra. Egyébként itt jegyzem meg, hogy értem én, hogy a Manchester City bajnokok ligája győztes szint, az Újpest meg NB1 kieső jelölt, de ettől függetlenül azon az azonos szinten azért be lehetne azonosítani azokat a karaktereket, akikre szükség van. Emlékezhetünk, nem véletlenül játszott itt Diaby például, aki ezekben a szituációkban nagyon jól szerepelt volna, akárhogy szitták az emberek. Na, szóval egy ilyen szituáció alakult ki. Hát vagy az Olimpiákosznál Red Sox és Kármó. Na pontosan, így van. Na és akkor itt lehet látni, hogy egy ilyen szituáció alakult ki, ahogy a Fradinak gyakorlatilag ilyen 5-5-be tudott menni rávezetheti, nem akarom mondani, hogy a védőfalra, mert ez nem védőfal, hanem egy szétesett védő játékosoknak a csoportosulása az újpesti, és ez háromszor legalább megtörtént, amikor Zakariasz szem mögé ment Katona. Katona nagyszerűen játszott, és nagyszerű ütembe váltotta ki magából azokat a sprinteket, amivel ilyen helyzetbe tudta magát hozni. Zakariasz szem 2-1, 2-2, 3-2 szituációkat nagyon jól adja meg, ezért olyan kiemelkedő játékos az NB1-ben. Varga pedig az, hogy hogyan érkezik, hát az felháborító konkrétan. Mészői Géza is kiemelte a mérkőzés utáni nyilatkozatába. Tényleg extra klasszis, ahogy érkezik a rövid, de tényleg tanítani kellene. De mit szeretnék itt kiemelni? Egyrészt azt szeretném kiemelni, hogy az a fajta taktikai... Hát igen, ő egy másik. De ő tényleg nem ez a szint. Tehát pont olyan játékosok vannak az Újpestben, ahol szerepelnek a tabellán. Viszont másképp nézne ki ez az újpesti védelem, hogyha nem kellene ilyen hatalmas területeket védekezni Zakariasen, Katona, Abufani, Varga Barnabás ellen. És akkor most már a képet lezárva, hoztam itt bár dolgot, amit én itt kiírtam magamnak. Mondtam is a kedves nézőknek, hogy emlékezzenek, 23 labdát adott el a Ferencváros a saját térfelén az Olimpiákos ellen, az Újpest ellen 15-öt. Az 8-szal kevesebb lehetőség az ellenfélnek, hogy bármiféle a saját kapujához közeli helyzetet alakítson ki. Nagyon sok. A Ferencváros 44-szer, 46-szor adta el a labdát az ellenfél védekező harmadába, a saját támadó harmadába, az Olimpiákos ellen 46-szor. Na most az Újpesten 28-szor csak. Ez azt jelenti, hogy azok a fellőtt labdák, amiket elvesztett, ez nagy részt ezek a labdák, amiket fellőtt a csatárokra a labdát az Olimpiákos ellen, azok mind visszajöttek, elvesztette a Fradi, miközben az Újpest ellen nem. Ez egy hatalmas nagy különbség. És ilyenkor az, hogy például a Vice Scout a Olimpiákos Fradi meccsen, a kinti görög meccsen azt mondja, hogy a Fradi 4-4-1-1-be játszott, az Olimpiákos elleni hazai találkozón 3-5-2-be, az Újpest elleni idegenbeli találkozón meg 4-3-3-ba. Tehát ez megint az, hogy a Vice Scout, az AI nem tudja megmagyarázni azt, az Artificial Intelligence nem tudja megmagyarázni Stankovics taktikáját. Tehát megint csak visszakanyarodok oda, hogy mérkőzésön olyan megoldásokat talál Stankovics, hiába Újpest értem, hogy NB1 kieső, de akkor is egy olyan taktikát választott megint, ami működött ahhoz képest, amilyen tervvel készültek. És ez látszódott is, folyamatosan ugyanazok a szituációk alakultak ki, amit az előbb mutattam kép, folyamatosan kialakult, az, hogy tudtak ezekből a félkontrákból, úgy hívom, hogy félkontra, mert nem igazi kontra, nem úgy, hogy megszerezték és abból indulnak, hanem szándékosan fellőtték, második labdát megszerezték és ilyen félkontraszerűen mentek. Ezek beváltak, ezek nagyon veszélyesek voltak, és az újpesti védők nem voltak felkészülve erre a játékszituációra, ami viszont Mészői Géza felelősségét hozza magával, hogy miért hozta ilyen helyzetbe, vagy miért alakult így az a mérkőzés. Természetesen egyéni hibákra lehet hivatkozni, csak az olyan, mint a munkába hiszek típusú megszólalás. Hát így a végére még annyit, hogy Katona Bálint miatt is szerintem azért sokan jól fognak erre a mérkőzésre, vagy jó szívvel visszagondolni, hiszen azért a fiatal középpályás az, hogy két gólpasszal tudta kivenni a győzelemből a részét, az azért ismét egy jó történet indulhat útjára innentől kezdve. Ha mondjuk rajtad múlna Iván vagy Rudi, akkor Katona Bálint egy ilyen állandó kezdőjátékos lenne szépen így a tavasz folyamán?
Nem tudod megcsinálni, szerintem pont erről beszéltünk a legelején, hogy annyi játékos van, hogy mindenkinek kell majd szépen lehetőséget adni, de hát kiemelhetnénk Loncsárt is, aki ugye Pesisnek adott két gólpasszt, és mellette gólt is lőtt. A magyarsága miatt egy kicsit önző volt. Abszolút, abszolút, de hát még van egy Lisztes Krisztiánunk is, ugye előbb-utóbb ő is visszatér, különben még egy momentumot emelnék ki, ami számomra annyira megdöbbentő volt, és ez pedig a 63. perc, amikor hát a Fradinak milyenek a lehetőségei a magyar viszonylatban, ugye Abu Fáni és Marquinhos érkezett a pályára Makrekisznek a társaságában. És beálltak, és a 64. percben már Abu Fáninak volt a lövése, a 65. percben már jött a gól. Szóval, hogy olyan dinamika volt kettejükben, és annyira érezték egymást, és élvezték a játékot, nyilván egy fáradtabb védelemre voltak rácserélve, és ráadásul az Újpestnek ugye a jobb oldalára, ahol mindeközben már ugye Simon Krisztián is játszott, szóval, hogy egyszerűen képtelenek voltak megállítani ezt a kettőst, és az ő beállításuk volt az, amelyik, bocsánat a kifejezésért, de kivégezte az Újpestet. Igen, és bocsánat, hogy közbevágok. Én azért szeretnék erre rákapcsolni, mert ez tényleg egy nagyon szomorú felismerés, és az újpesti szurkolókat szeretném ezzel egy kicsit, a lelküket szeretném gyógyítani ezzel, bár nagyon rosszul fog hangzani, amit mondok. De most ugye előszezon van az Egyesült Államokban, ilyenkor van az előszezon, tehát én nagyon sok most kezdődött az MLS múlt héten, tehát hogy nagyon sok MLS felkészülési meccset, meg USL Championship felkészülési meccset láttam, és azt szokták csinálni, hogy 60-30, tehát hogy a kezdő csapat játszik 60 percet ezen az edzőmeccsen, majd 36 a második csapat, aztán a következő meccsen a második csapat játszik 60-at és 30-at a kezdők. Na most konkrétan ezt csinálja a Ferencváros az NB1-ben, mint egy felkészülési találkozók tömkelege. Hogy jó van, akkor most az Abu Fáni majd a 30-ba vagy 30 percre bejön, és akkor majd úgy, és akkor a következő meccsen megkezd, majd utána meg. Szóval, hogy ez egész egyszerűen arról van szó, hogy akkora különbség van tényleg a Ferencváros meg az Újpest között, és ezt mondom, hogy gyógyítom a lelküket, próbálom, hogy irreális elvárás, mindenféle összehasonlítás, és ez tökéletesen mutatta Marquinhos esete. Hogy nézett ki Marquinhos az Olympiakos ellen, és hogy nézett ki Marquinhos az Újpest ellen? Ennyi a különbség a nemzetközi szint, illetve a hazai bajnokság között. Egyetlen egy meccs csak, nem szabad túlzásokba esni, de mégiscsak ez egy nagyon jól lehet rámutatni, hogy ez a probléma. Hát igen, meg azért a Marquinhos nem jól nézett ki az Olympiakos ellen. Tehát hát ez az, erre utal, hát ez az. Hogy igen. Én akkor úgy zárásnak tényleg ezzel szeretném, mert pont ezt terveztem, hogy így végignézegetve a keretet, ha mondjuk valamennyire egyben marad, mert gondolom a Ferencváros azért tudva, hogy télen nyúl bele jobban a történetbe, biztos lesznek kisebb változások, de mondjuk így egyben marad, akkor tudnak annyit fejlődni azok a játékosok, akik most egyébként pont az Olympiakos ellen nem úgy jött ki nekik a lépés, hogy mondjuk a BL-ben esetleg egy komolyabb menetelésnek legyünk ismét esetleg szemtanúi az ősz folyamán, hiszen gondolom, hogy ez a terv nem az Európa Konferencia Liga. Ugye egy új lebonyolítása lesz a nemzetközi kupáknak, úgyhogy kíváncsian várom én is, hogy ebben az új, ez az új rendszer hogy fog egyáltalán kinézni, és hogy a Ferencváros meddig jut el. Nyilván én lennék a legboldogabb, mert az azt jelenteni, hogy nagy valószínűség szerint testközelből szoríthatnék nekik végig. Úgyhogy én nagyon örülnék ennek okán is a Fradi szereplésének. De akkor sincsen semmi baj, továbbra sem szerintem, hogyha ez a megmérettetés az Európa Ligában lesz például. Itt a folytonossága a lényeg, a folytonosságot pedig évről évre látjuk. Ugye most már a sokadik csoportkörön vagyunk túl, a legutóbbi két esztendőben, ahogy a hozzászólásban is írták, még ha idén ugye a legkisebb nemzetközi kupában is sikerült, de tavasszal is láthattunk magyar csapatot a Fradi jó voltából. Ezek üdvözlendő dolgok, azt azért látni kell, hogy akár tavaly a Leverkusen, hol tart most a Leverkusen, akár, és azok voltak az első lépései, ne felejtsük el, pont akkor, vagy akár most az Olympiakos, akinek ezek ugyancsak az első lépései az új edzővel, szóval ezek nagyon-nagyon jó csapatok, és ha visszatérünk egy szó erejéig arra is, hogy
kik azok, akik a Fradival együtt kiestek most ugye a Frankfurton, Frankfurttól kezdve a Betis, a Régia Varsó, a Gent, a Szlován, szóval olyan csapatok, és majdnem az Ajax is kiesett ugye a Bodø Glimt ellen, szóval csupa olyan csapat, akik ellen nem lenne szégyen kikapni, és nem is szégyen kiesni sem egy Olympiakosszal szemben, a pozitív, abszolút a pozitív oldalát kell nézni, és bízni abban, hogy jövőre lehet egyenrangosabb szintéren újra helytállni. Iván, te meg légy, azt válaszold még meg, gyorsan így a végére, hogy az Újpestnél, ha mondjuk lesz egy valódi újratervezés, amikor mondjuk töménytelen mennyiségű pénz esetleg a rendelkezésre áll, és komoly szakmai munka háttérben, akkor mennyi idő kell ahhoz, hogy egy olyan derbi mellett esetleg egy későbbiekben nemzetközi szereplés, vagy a Rudi a számod, jöjjön elő, amire annyira vágynak nyilvánvalóan az Újpest házatáján? Hát, ha nemzetközi szereplés, igen, el sem tudok, de el sem látok, tehát az, addig én el sem látok. Viszont azt azért elmondám, hogy az a fajta példa, amit pont Mendilibár mutatott meg nekünk, két hét alatt, másfél hét alatt itt azért nagyon komolyan össze lehet rázni egy brigádot, és nem azt a szétesében lévő Olympiakost, hanem egy nemzetközi szinten is igencsak mérhető Olympiakost lehet összerakni. Az azt jelzi, hogyha a megfelelő edző mellé egy kettő polccal magasabbról érkező játékos tömeggel, és ez a kettő polc, az még mindig három polccal a Ferencváros játékos tömege alatt van. Szóval bármi lehet, másodiknak lenni, nézzük meg a Paksot, nézzük meg a Kecskemét, az NB1-ben másodiknak lenni, az nem egy olyan elérhetetlen cél, hogyha nagyon sok pénz áll rendelkezésre, és hogyha valóban így lesz, egy olyan szakmai stábban, és én most nem Mészöly Gézán leváltására kéreckedek, mert megérdemli majd a magyar edző is azt a lehetőséget, hogy mutassa meg, de attól tartok, hogy nem vagyok benne biztos, hogy ahhoz, hogy tényleg nemzetközi szereplést tegyen, egy jelenlegi körülményekhez szokott, egy régi módi Újpestben sikereket elért edzőnek olyan nagy sikerélménye lenne. De még egyszer mondom, ez most nagyon csúnyán hangzik, hogy én már Mészöly Gézának a leváltását vizionálom, de én csak arra szerettem volna felhívni a figyelmet, hogy az olyan edzők, mint amilyen Serhii Rebrov, mint amilyen Stankovics, mint amilyen Mendilibár, ez erről a porcról érkező edzőknek nem kell hosszú idő. Aztán, hogy a magyar edzőnek, Mészöly Gézának mennyi idő kell, azt nem tudom. Egyébként hogy fájt nekünk így zárásként, amikor a Leverkusen ellenében búcsúzott a Fradi, és hol tart azóta a Leverkusen? Én azt kívánom akkor a Fradinak, meg az Újpestnek is, hogy minél gyorsabban törjenek előre, és hát mind hazai, mind nemzetközi szinten okozzanak, vagy szerezzenek nekünk minél több örömöt. Remélem, hogy nektek, illetve a nézőknek is tetszett, hogy majd kicsit olyan klasszikus piros-fehér-zöldet prezentáltunk, és nem rengeteg téma volt, hanem egy téma, amit egy kicsit mélyebben igyekeztünk kibontani. Természetesen Gera Zolival kapcsolatosan, meg hát a derbivel, a Ferencvárossal, az Újpesttel, és akár a honi bajnoksággal kapcsolatosan is várjuk a kommenteket. Iratkozzatok fel, küldjetek a videóra egy lájkot, és találkozunk egy hét múlva. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!